Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Minecraft kalandpályával, ezúttal a Santa's Mansion nevezetű pályát választottam, ami magyarra lefordítva a télapó kúriáját jelenti, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát egyelőre egyébként nem túl havas a környezet, úgyhogy lehetséges, hogy a télapó titkol előlünk valamit. Na, de nézzük is, hogy mit is kell itt pontosan csinálni. Először is beszélnünk kell Fedőrrel, ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni ezt a kis kalandot, és be kell kapcsolni a hangokat. Oké, na, mondjad nekem, tollbarátom. Hello, az én nevem Fedőr, egy mágiával hoztalak téged ide. Sajnos nem volt túlzottan pontos ez a varázslat, úgyhogy ezen a kis szigeten sikerült landolnunk. Át kell, hogy menjünk a nagyobb szigetre. Kérlek, menj a hajóhoz, és kövesd a lilipedeket, tehát a tavirózsákat, és ott fogunk találkozni. Oké. Te nekem itt ne izé, ásítozzál. Ó, milyen király hajó! Wow! Na, akkor ugorjunk bele. És ezt így tudom rendesen irányítani, úgy, mint egy sima csónakot? Ó, micsoda motorcsónak. Mondjuk nincs semmi hangja, valószínűleg elektromos. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezen fog ő átugrálni, mert ha ezen fog átugrálni, akkor kíváncsi vagyok, hogy fog engem követni, hogyha az összeset összetöröm. Nem, egyébként elég gonosz dolog, úgyhogy inkább kikerülöm, bár most már a fele pályát megsemmisítettem, de nem baj! Menjünk át, és akkor nézzük meg, hogy mi is van itt. Hát ez lesz a télapónak a kúriája, mert mondjuk azért az elég komoly. Quest completed! Ez aztán a király zene? Na, és akkor most itt a kikötőbe újból kell beszélnem Fedőrrel. Ott mi van? Azt hittem, hogy ott van egy láda. Pedig csak egy kis búza nőtt oda. Erre a hajóra nem lehet felmenni? Kíváncsi vagyok, mi van itt. Hát, ha van itt valami elrejtve. Aha, ott is van valaki, akkor gondolom majd ide kell jönnünk. Jó. Akkor először is menjünk Fedőrhöz, aztán majd ő útba igazít minket. Ó, milyen kis ilyen tiki bár van itt. Hát itt beülnék, innék egy jó koktélt. Szerintem várhat a télapó magára. Egész jó sorsa van amúgy, hogyha tényleg itt lakik. Sikerült! Azért szerettem volna, hogy ide gyere, mert segítségre van szükségem. A télapó nagyon elfáradt ebben az évben, és még mindig nagyon sok minden van hátra. És nem tudtunk azzal se várni, hogy meg tudjuk neked mutatni ezt a rengeteg király dolgot, amivel rendelkezünk. Ülj be nyugodtan az autóba, és vezess fel a kúriáig. Amikor ott leszel, akkor keresd meg Buttercupot. Hát jó, hol a kocsi? Ó, nem mondod, hát mi ez, egy Porsche? Ez egy régi Porsche, legalábbis így kinézett alapján. Hát, most már értem amúgy, hogy honnan jön az a rengeteg ajándék. Igen, azt hiszem megvan jövőre, mit kérek. Ez a sárga autó egészen jól néz ki. Szerintem tudja nélkülözni a télapó. Na, és akkor itt menjünk erre, és lehet itt izé driftálni, van itt külön ilyen kis pálya. Ó, oké, nem ez a kézifék, általában ez szokott lenni. Érdekes egyébként az irányítás ennek az autónak. De amúgy nagyon király, még spoiler is van rajta. Nagyon, nagyon menő. Na, menjünk akkor az úton. Az a baj, hogyha neki megyek a korlátnak, azt annyira nem szereti. Gondolom nem ez lesz a kúria, ez inkább ilyen világító toronynak tűnik nekem. Menjünk fel egészen oda föntre. Meg erre is még vezet tovább az út, úgyhogy gondolom oda kell, hogy menjünk. Aztán ha nem, akkor visszajövünk és megkeresünk itt Buttercupot. Itt amúgy, hogyha leesik a hó, bár mondjuk ilyen trópusi szigeten nem hiszem, hogy gyakran esik hó, de tök jól le lehet szánkózni. Akkor még jobb lehet itt. Jaj. Lehet, hogy mégse szeretnék magamnak ilyen autót. Ezt a rezgő funkciót igazán kikapcsolhatnák belőle. Oké, na. Hát most így ki tudtam szállni az autóval, menjünk akkor tovább. Szerintem mindjárt ott vagyunk, bár lehet, hogy már nem kéne erőltetni ezt az autózást, és... Ó, figyeld! Milyen kocsik állnak itt? És kész is van a második küldetés. Hova álljunk? Ide. Itt van a sárga rész, úgyhogy gondolom a sárga autóval ide kell állni. Na. Csodálatos parkolás. Hát mondjuk lehet, hogy ezzel megbuktam volna a vizsgán. Kicsit túllóg, de szerintem ez még jó. Ez még pont nem ért hozzá. Nem baj. Senki sem látta. Kicsit hátrébb toljuk, és akkor jó lesz. Nem? Nem. Jó, oké. Akkor itt marad. Hát mondjuk, hogyha van más színben, akkor lehet nem a sárgát választanám, hanem a feketét, de... Mindegy. Majd konzultálunk a télapóval, aztán elmondja, hogy melyiket kaphatjuk meg. Szia, Buttercup! Pont ugyanúgy nézel ki, mint Fedőr.
Hello, Buttercup vagyok, örülök, hogy megismerhettelek. Végre valaki itt van, aki tud nekem segíteni. Újból kell parkolnom az összes autóval a parkolóban. Sajnos, amikor megpróbálok beülni egy autóba, akkor a szárnyaim útban vannak. Hát szerintem ilyen kis lábakkal a pedálokat se éred el, de mindegy, tudnál nekem segíteni a parkolásban? Nagyon király lenne. Annyit kell igazából csak csinálnod, hogy minden autót a megfelelő színes helyre viszed. Oké. Hát igazából én ezt már így kitaláltam, vagy hát én így el is kezdtem. Nem tudom, hogy az én autóm beleszámít-e, de majd meglátjuk. Na szerencsétek van, mert én a parkolás mestere vagyok. Legalábbis jobban parkolok, mint ő, az biztos. Nem, egyébként. Nincs gond vele. Viszont akkor ezt az autót arrébb rakom, mert gondolom neki nem itt kell parkolnia, mert látok ott egy másik sárgát is. Na, akkor kezdjük ezzel a zölddel. Igen, egyébként fura is volt, hogy így össze-vissza állnak az autók. Csak akkor kimegyek így F5-be, jobban lássam. Ez szerintem jó helyen van. Tökéletes! Akkor a fekete az oda kell, hogy álljon. Eddig egyébként még nem találkoztunk a tilapóval, nem túl karácsonyi pálya. Bár talán nem is annyira nagy baj így, hogy most már elmúlt karácsony. Az a baj, hogy az összes ilyen karácsonyi pálya ilyen 24-25-e környékén jelent meg, és így nehéz volt előre készülni ilyesmivel. Na, akkor jöjjön a piros, meg a rózsaszín autó. Szerintem Buttercupnak a rózsaszín a kedvence. Remélem nem haragszik meg, hogy elviszem, és most egy ilyen kérdőjel van a feje fölött. Nem érti. Szegény nem érti. Egyébként nagyon királyak ezek az autómodellek, nagyon tetszenek. Na, feled akkor így ideállunk. Vum! Jól ráléptem a gázra. Lehet ennyire nem volt indokolt. Elviszük a sárgát is, a másik sárgát. Hát az ott nem tudom, hogy jó helyen lesz-e, amit hoztam, de majd meglátjuk. Mondjuk ott van egy ilyen nyíl, hogyha megnézitek itt. Lehetséges, hogy ide kellene majd állnom a sárgával, vagy itt majd le lehet esni. Majd le lehet ugrani, jó. Még nem tudom, mennyire biztonságos csak úgy lezuhanni ilyen magasról, de meglátjuk. Melyik a télapó verdája, vagy ezek lennének a szarvasok? Akkor biztos ő lesz Rudolf. Eddig egyébként nagyon, nagyon modern. Na, remélhetőleg ezzel akkor már meg is lesz a quest. Ez az, így is jó lett volna. Én azért szépen beparkoltam. Nagyjából. Még vonalon belül van. Jó lesz az. Na, beszéljünk Buttercup. Milyen új questet tudsz nekem adni? Köszönöm szépen, hogy segítettél. Most már minden olyan tisztának látszik. Hány éppen téged vár a világító toronyban, szeretne neked megmutatni valami igazán királyat. Mire vársz még? Ó, tudom már, nem tudod, hogy hogyan kell oda menni. Ahhoz, hogy eljuss a világító toronyhoz, kérlek vezess le az úton, utána pedig fordulj balra. Jó, hát láttuk már a világító tornyot. De azért köszönöm szépen a segítséget. Akkor viszont... hozom az autómat. A fekete jobban tetszik, de gondolom ezzel kell menni, mert aztán még a végén, hogyha innen elviszem, mérgesek lesznek az itt dolgozó tündérek, akik amúgy nem tudom, hogy vezetik, de mindegy. Vagy csak ennek akkorák a szárnyai, hogy nem fér be vele egy autóba? Nagy száj, nagy felelősség. Ha ez lesz, gondolom a világító torony, nem? Vagy ez egy másik épület? Azt mondta, hogy balra kell majd menni. Itt viszont nem lehetett még lekanyarodni. Na majd meglátjuk, gondolom oda is el kell, hogy menjünk. Ah, ott igen, az a világító torony, határozottam. Na milyen királyságos dolgot akarsz nekem mutatni? Remélhetőleg nem fog kifogyni a benya a kocsiból, mert az mondjuk elég gáz. Már negyediket is teljesítettük. Na mutasd nekem, Hani, mit van? Édes, drága, mézes csuprom. I'm flying. Oké, látom, hogy repülsz, nagyon ügyes vagy. Ó, hello, vártalak már téged. Nézd csak meg! Felfedeztem egy titokzatos alagutat, ami a strandhoz vezet el, de valami nagyon furcsa történik ott, amikor keresztül mész rajta. Kérlek, menj le az alagúton keresztül, ugorj bele a vízbe, menj vissza az alagúton, és utána kérlek, gyere vissza hozzám. Oké. Hát akkor nézzük meg, ez lesz a Magic Tunnel. Na mi fog itt történni? Mi olyan mágikus itt? Ez egy gomb? Vagy csak valami fényességesség? Hát eddig annyira nem fura. Ó, de elkezdett valami zene szólni. Oké. Azt mondta, hogy ugorjak bele a vízbe. De mi volt, ami furcsa? Csak az, hogy megszólalt egy kis zene, hát milyen kedvesek. Beleugrottunk a vízbe, igen. És akkor most menjünk vissza.
Oké, vissza tudunk menni akkor most Hanihoz. De most ezen mi volt olyan nagyon furcsa? Hát a zene szólt csak. Azt hittem, hogy valami ijesztő dolog lesz, de megint szól a zene. Na, hello Hani, beszéljünk. Ó, te is láttad ez? Hát ez fantasztikus volt. Az idő hirtelen megváltozott. Szerintem az történhetett, hogy amikor valaki keresztül megy ezen az alagúton, akkor a nappalból éjszaka lesz, az éjszakából pedig nappal. Ó, és azt is észrevettem, hogy a világító torony már nem működik. Valahol van egy extra lámpánk egy ládában. Kérlek, keresd meg nekem ezt a ládát, vedd ki belőle a lámpát, és helyezd a fönti redstone blokkra a világító torony tetejébe. Oké, gondolom akkor itt lesz a hajta lámpa, és a világító torony tetejére kell rakni. Akkor menjünk fel a világító toronyba, és akkor helyezzük el ezt a lámpát. Eddig egyébként nagyon tetszik ez a pálya. Mondjuk túl sok karácsonyi elem még nem volt benne, és a télapóval sem találkoztunk, de a végén csak fogunk. Legalábbis remélem. És itt lesz fönt a redstone blokk, hogyha minden igaz. Aha. De jó! Nagyon király. Mondjuk hova tűnt innen a lámpa, tényleg? Nem elég, hogy kialudt, de még el is tűnt. Úgy látszik, ezek ilyen elolvadós lámpák. Na, szia, Hani! Nem kell a lilipedem? Odaadom szívesen. Ó! Oké, most már be tudunk menni a Santának a kúriájába. A télapó kúriájába! Akkor menjünk. Gondolom, akkor most föl kell mennem. És akkor most már be tudok menni. Hát nők érdekes, hogy aki a télapóhoz jön látogatóba, annak előtte parkolnia kell, meg kell javítani a világító tornyot, meg minden ilyen apró feladatot el kell végeznie, de biztos így működik. Hát nem lehet ám csak úgy bárkinek ide jönnie. Csak annak, aki igazán segítőkész. Na remélhetőleg most nem álltak el az autókkal. Most megint parkolgatni kell, ez annyira nem lesz szerencsés. Na, hello. Ó, oh, itt van Santa. Igazi nagy gyára van, ki is írta a nevét. Menjünk akkor be. Most már nem lehet beszélgetni ezekkel a tündérkékkel. Ó, de jól néz ki azt a mindenit. Hát itt megállnék és melegednék. Na, hello, Poppy! Szia, Pipi Poppy! Te itt vagy? Poppy eltűnt, és elbújt egy nagy kék ágy alá. Keresd meg! Ott a dagadt télapó nézi az autóit! Azt a mindenit. Hát, srácok, ha valamit kértetek és idén nem érkezett meg, akkor szerintem tudjátok, hogy ez miért történhetett. Hát, és még horkol is. Be is fingott. Azt a mindenit. Hát, ez aztán a lusta télapó. Van itt csoki. Ezt ki tudom szedni? Nem tudom kiszedni a csokit. Meg cukorka, meg minden ilyesmi. Na, keressük meg Popit. Hol lehet a nagy kék ágy alatt? Ó, ez egy WC. Oké, de nem akartam csak úgy bejönni, betverni. Remélem a télapó WC-jét nem kell majd kitakarítanom. Azt azért nem szívesen csinálnám. Oké, 12 questnél tudom majd feloldani a télapónak a gyárát. Itt dolgoznak a munkásai? Szegények. Remélem azért tudok majd beszélni a télapóval és nem egész végig aludni fog. Na, hol van az a nagy kék ágy? Érdekes egyébként, hogy a télapó ennyi tündérkével él együtt. De biztos megvan rá a magyarázat. Pixi van ott, aha. Itt minden kék, úgyhogy lehet, hogy itt lesz a nagy kék ágy. Aha, itt lesz. Oké, Poppy az ágy alatt bujkál. Ugrálj az ágyon ahhoz, hogy kijöjjön. Na, gyere, Poppy! Mennyit kell még ugrálnom? Oké, azt írja, még most is ugrálnom kell, úgyhogy jól csinálom, amit csinálok. Na most, hogy kizavartalak az ágy alól, beszéljünk egy kicsit. Ó, nagyon sajnálom, bepánikoltam. Azt hittem, hogy már senki sem jön. Borzasztóan nagy a kupleráj, nagyon szégyellem magamat. Tudnál nekem segíteni? 5 percem van arra, hogy mindent feltakarítsak az egész kúriából, de ne aggódj, szerencsére minden nálam van, ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a takarítást. Vedd ki a robotokat, és helyezd őket a szemétkupacok mellé. Mindent meg fognak csinálni helyetted. Kérlek, bizonyosodj meg arról, hogy kitakarítasz minden szobát 5 percen belül. Nem szeretném, hogy bárki is meglássa, hogy mennyire koszos ez a hely. Van egy rossz hírem, Poppy. Szerintem ezt a videót többen meg fogják nézni, úgyhogy lehetséges, hogy látni fogják, hogy itt kupi volt. De ne aggódj! Na nézzük, hol vannak még itt szemétkupacok. Itt nem igazából látok.
Látszik, itt nincsen kupi. Hát azt mondjuk mondhatta volna, hogy az emeletre ne jöjjek föl, mert most így megy az idő. De remélhetőleg annyira szigorúan nem nézi azt, hogy 5 perc alatt kitakarítok-e. Ó, oké, na nézzük! Ó, wow! A robot porszívó mindent felszippant. Ez nagyon király. Nagyon jól megcsinálták. Szia, Pixi! Ne is foglalkozz velem, éppen takarítok! Amúgy honnan van egy robot porszívója a télapónak? Ide is, meg ide is lerakok egyet, meg ide is. Hogy megindulnak egyébként? Nem lenne elég egyébként egyet lehelyezni? Elméletek ezek tudják és mennek körbe-körbe, nem? Azt hittem úgy működnek a robot porszívók. 3 perc van már csak hátra, jajjaj! Valahol akkor még kell, hogy legyen 4 darab szemétkupac. Gondolom annyi porszívót kaptam, amennyi szemétkupac van. Azt mindjárt bemegy a víz... Pancsol a robot porszívó! Zseniális. Zseniális. Itt esetleg van még? Ez már kint van, a házon kívül, úgyhogy nem hiszem, hogy itt kellene nézelődni. És esetleg itt a télapónál... Ó, itt a télapónál van még nagy rumli. Valahogy sejtettem. Nem fog felkelni arra, hogy én itt porszívózgatok? És... azt még ott föl tudják szedni? Remélhetőleg oda mennek. Ó, figyelj! Viszik a télapót a robot porszívók! Oké. És föl kellene szednem őket? Nyugi, egyébként a játékból hallatszódik a porszívózási hang, szóval nem az van, hogy a háttérbe takarítanak. Ó, itt is van még. Oké. Meg itt is van. Mennyit kell akkor vajon itt most felszednem? Mennyi szemetet? Hűha. Egyébként ezek a szemétkupacok eddig is itt voltak, vagy csak úgy hirtelen lett ilyen nagy rumlit. Én meg azt hittem, hogy annyi porszívót kaptunk, amennyi szemét van. Még 6 darab van valahol. Oké. Hol lehet még? Hát, érdekes kis karácsonyi pálya eddig. De nem baj, mert így legalább ilyen aktuális lehet az év bármelyik időszakában. Oké, és... ezt akkor felszedtem. 3 darab van még. Remélhetőleg ezt nem száll, 2 darab van még. Hol van akkor az a 2 darab? Itt már kijöttünk a házból, úgyhogy gondolom itt már nem kell nézelődni. 1 perc van! 1 perc van, és azt a 2-t még meg kell, hogy találjam. Hűha! Mi lesz akkor, hogyha nem sikerül összeszedni? Mérgesek lesznek rám a tündérkék? 1 perc viszont kevés idő. 1 perc nagyon kevés idő. És nem tudom, hogy hol van az a hely, ahol még nem voltam. Hát itt a gyárat már biztos, hogy megnéztem itt a télapónál, itt is voltam, és itt volt szemét is. Hát mindegy, 30 másodperc, ajjaj, oké, hát akkor erre lehet, nem, itt is voltam már. Esetleg így itt. Szerintem itt még nem voltam, de ez egy akvárium! Nem akartam bejönni az akváriumba, miközben meg is mérgeztek a télapónak a halai. Ó, itt van. 1, 2, léci, ezt még számíts bele! Jó. Hú, oké. Bluebellhez kell most mennem, és ott lesz valahol a kikötőnél. Hát ez szerintem ilyen nagyon utolsó pillanat volt. Nem számolt ugyan vissza, de szerintem a 30 másodpercből ilyen 1-2 másodperc maradhatott. Majd a vágásból úgy is kiderül, mennyi időm lett volna még. Menjünk le akkor Bluebellhez. És már 8 questet teljesítettünk. Hogyha jól tudom, akkor összesen 20 darab van. De amúgy eddig tökre élvezem, szóval ilyen változatos feladatok vannak. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Ilyen megoldásokat egyébként még nem is nagyon láttam. Például ez a porszívós, ez kifejezetten tetszett. Na nézzük, Bluebell, hol vagy te? Hol leledzel? Elméletileg itt van, hogy valahol a kikötő környékén. Oké, azt írja itt, hogyha szeretnénk, akkor értékeljük a pályát, illetve itt van a Twitterük, hogyha szeretnétek, kövessétek be. És esetleg itt? Bluebell, itt vagy? Waterproof paint, vízálló festék, na. Hát ha esetleg erre lesz szükségünk, akkor ezt már tudjuk, hogy hol fogjuk megtalálni. De hol van ez a Bluebell gyerek? Hol van? Azt írt, hogy valahol itt a kikötőnél lesz. Ó, ott van a hajón, oké. Akkor mondhatták volna, hogy a téglapónak a luxus jaktján lesz.
Mondjuk itt is tudtam volna jönni, és akkor nem kellett volna végig szaladnom a hajó oldalán, de nem baj. Na, szia, Bluebell! Mesélj, le kell festeni a hajót? Kitalálom. Hello, a nevem Bluebell, és én vagyok ennek a luxus jaknak a kapitánya. A mai nap láttam egy hajóroncsot a sziget másik oldalán. Nem volt sajnos időm arra, hogy megálljak és megnézzem, de te talán oda tudnál menni és meg tudnád nézni nekünk. Nyugodtan vegyél el egy hajót és vezess körbe a sziget körül. Talán találsz még egyéb király dolgokat. Amikor megtaláltad a hajóroncsot, kérlek, gyere vissza. Oké. Na hát kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk még találni. Melyik hajóval menjünk? Ahogy látom, ez ilyen mentőcsónak, úgyhogy nyilván nem ezt visszük el. De... talán ez a piros, ez jó lehet. Oké. Okay. És keresztül tudok menni a többin. Király. Azt nem tudom, hogy vajon melyik oldalán lesz ez a hajóroncs. De szerintem induljunk meg ebbe az irányba, és akkor úgyis fogunk vele találkozni. Körbe megyünk, akkor biztos meg fogjuk találni. Szerintem ez a feladat csak azért van, hogy meg tudjuk nézni, hogy amúgy itt milyen jó dolga van a télapónak. Mindenki azt gondolt, hogy Lapföldön él, meg Finnországban, meg ilyenek, de hát... ugyan már a modern télapó az inkább a kis luxus szigetén él. Hát... miért lenne a hidegbe, hogyha ilyen szép trópusi környezetet is megengedhet magának? Na, hol van az a hajóroncs? Nem írta egyébként, hogy mennyire kellene fölvenni a render distance-et, de gondolom... annyira nagyon azért nem kell. Ott is van valami érdekes rész. Ja, az volt a tunnel, amin keresztül kellett jönni a mágikus alagút. Még arra is kíváncsi leszek, hogy vajon kell-e majd állítgatnunk az időt. Mert gondolom nem véletlenül mutatták meg nekünk ezt a lehetőséget, hogyha ott keresztül megyünk, akkor napszakot vált a játék. Lehet, hogy majd valamit ott a gyárba kell mókázni vele. Ó, ott van valami, aha. Hát akkor a másik irányba lett volna érdemes először megindulni. Ott is egyébként van valami följáró, nézzétek csak. Tök jó pofa az is. Igen, az határozottan egy hajóroncs. Egyébként tényleg mondhatta volna, hogy most bal vagy jobb irányba érdemes megindulni. Aztán lehet, hogy nagyjából egyenlő távolságra van a kettő egymástól. Na nézzük! Kalózok meg akarták támadni a télapót, úgy látszik. Ide beparkolok mellé, és akkor menjünk is. Ó, találtam egy titkos ládát. Vigyük el a treasure-t Bluebellnek. Oké. Okay. Hát ezt a Nether Star-t kell elvinni, egyébként mágikus csillag. Úgy látszik, a kalózok ilyen mágikus lények, akik csillagot tartanak a hajójukon. Oké, és akkor be a hajóba, és mehetünk vissza. Hát remélhetőleg örülni fog neki Bluebell, bár nem tudom, mit tud kezdeni egy ilyen csillaggal. Mivel tündér valószínűleg többet, mint én, úgyhogy nincs annyit tudnék csinálni, hogy megtartom magamnak. Lehetséges, hogy ezzel lehet majd kinyitni a télapónál a gyárat? Ó, itt van valaki. Hello? Meadow. Veled lehet beszélgetni? Nem csodálatos ez a hely? És még arra is alkalmas, hogy az ember horgászon. Segítenél nekem? 5 darab halat kellene kifognom. Kérlek, vedd el ezt a horgászbotot, és fogj nekem 5 darab halat. Jó, és mit kapok cserébe? Na majd meglátjuk. Remélem van rajta valami enchant, hogy gyorsabban jöjjenek a halacskák. Gondolom akkor ez is egy quest. Bár nem tudom, hogy hozzám most kellett volna eljönni, vagy később. Lehetséges, hogy ez valami kis rejtett küldetés. Hát kíváncsi vagyok egyébként. De egyelőre annyira nem kapnak a halak. Ó, ott jön, ott jön, ott jön. Remélem halat fog fogni, oké. Okay. Ó, és számolja, hogy 1/5. Ez tök jó pofa. Te adhattál volna valami jobb morgászbotot. Ott jön, ott jön! Na gyere, halacska! Oké. Okay. Ezt nem számolta bele, ezt a halat? Miért? Hát ez is hal! Ha-ho! Oké, okay, most már számolta. Közel kellett hozzá menni. Meg kellett neki mutatni, hogy mit fogtunk. Nem úgy működik ám az. Hát nehogy azt higgyétek. Nehogy egy büdös cipőt adjak neked hal helyett. Bár a szaga valószínűleg ugyanolyan. Cipő? Nem? Nem, ez nem tetszett neki. Tényleg csak a hal jó neki. Büdös cipő, nem. Azt mondtad, hogy ez jó hely, amúgy is kidobta ide a cipőjét. Ez még jó lesz szerintem. Kicsit átfesítek, felújítjátok, aztán mehet a fa alá. Örülök neki, hogy ott repülgetsz, de léci. Be is segíthetnél amúgy. Jó, mondjuk szeretek horgászni, de azért na. Na, 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 oké. Jön a halacska, és megvan az 5. És most tudok vele beszélni.
Ó, nagyon szép halakat fogtunk. Szerintem én is kifogok még néhányat. Kérlek, menj előre, és vidd magaddal ezt a 20 darab halat a nagy jaktra, ahol ki tudod nekünk sütni. Amikor kisütötted őket, kérlek, vidd őket vissza Fedőrnek. Oké. És most kaptam 20 darab halat, meg 30 darab szenet. Ennyire rossz voltam, hogy ennyi szenet kaptam mellé? Hát akkor jó egyébként, hogy ezt megcsináltuk. Valószínűleg akkor ezt amúgy is meg kellett volna csinálni. Sült hal az mindenkinek jól jön, főleg karácsonykor. Sült hal, halászlé, meg töltött káposzta. Ez a menü általában. Na, hoztam halat, jöttem kisütni, meg hoztam neked csillagot, meg egy büdös cipőt is. De lehet, hogy büdös cipőt felveszem, és akkor nem foglalja a helyet az inventorimban. Meg az én lábam se fog fázni. De egyébként lehet, hogy ez gumicsizma. Akkor viszont tök hasznos. Mert elég nedves minden. Na, ej! Ez az. Hol van itt a sütő? Mutasd meg, hol lehet itt sütni, főzni. Ilyesmi. Hát itt nem. Itt se nagyon látom. És itt se. Hoztam neked egy csillagot, de már el is vetted tőlem, ahogy látom. Na, beszélgessünk. Ó, hát el sem hiszem, hogy megtaláltad a mágikus csillagot. Ezek nagyon-nagyon ritkák. Amikor leesik egy csillag és a vízhez ér, akkor egy az ezerhez az esélye annak, hogy mágikus csillag lesz belőle. És arról is hallottam, hogy ennek hihetetlen nagy ereje van. Ezt meg kell, hogy mutasd mindenféleképpen a specialistánknak, Twinkle Toe-nak. Meg fogod őt találni a farmon, és a világító toronynál fogod megtalálni a farmot. Oké. Hát ennek nagyon örülök. Akkor a halat még kisütjük. Vagy itt fönt lesz szerintem a sütő, vagy oda lent. Aha, itt lehetett lejjebb menni. És itt vannak a sütők, jó. De akkor ezeket így elosztjuk szerintem. Mert azért itt csak könnyebb lesz kisütni. Csak ez a kettő darab sütő van, vagy van még valahol? Hát ez nem tudom, hogy micsoda, de... Érdekes. Lehet ezzel lehet beindítani a hajót. Itt esetleg mi van? Nincsen több sütő? Nem, ez egy WC, meg... Minden ilyesmi. Jó, hát akkor... hogy áll a halunk? Hú, jó lassan sülnek. Ezt azért kicsit felgyorsíthatták volna. Vagy már akkor ide raktattok volna egy smokert, ami ugye kétszer olyan gyorsan süti ki az ételeket. Oké, ez megvan. És akkor már csak erre kell várnunk. És akkor ez is megvan. Mind a 20 hal kisült. És akkor most el kell vinnünk a csillagot a farmra, illetve Fedőrnek kell elvinni ezt a 20 darab halat. Ó, Fedőr itt is van, király. Akkor Fedőrnek oda is adjuk ezt a 20 darab halacskát. Hogy leszámolta? Ó, nagyon szépen köszönöm. Ez a sült hal nagyon jól néz ki. Örülök, hogy tetszik. Hol az autóm? Remélem itt lesz. Ó, itt van, oké. Szépen leparkoltam vele egyébként itt az úton kívül. És akkor most menjünk a világító toronyhoz újra. Hogy leadjuk ezt a mágikus csillagot. És akkor elméletileg ezzel már föl fogjuk oldani a gyárat is. Ugye azt írta, hogy 12 questet kell teljesíteni ahhoz, hogy oda be tudjunk menni. Azt nem tudom, hogyha valaki nem csinálja meg a horgászos küldetést, akkor hogyan jön rá, hogy azt meg kellett volna csinálnia. Ez mondjuk jó kérdés, mert simán jöhettem volna vissza a hosszabb úton is. És akkor nem vettem volna észre. Hello, honey! Most nem hozzád jöttem, remélem nem haragszol meg. Hanem van itt valami haverod, állítólag. Aha, ott a híd túloldalán. De azért a kocsira addig légy szíves, vigyázz, ha van kedved, le is moshatod. Bár én nem kérek ilyesmit természetesen, de ha van kedved és nagyon unatkozol, akkor örülnék neki. Na hello, te specialista! Ó, akkor ez valami tudós lehet. Egy tudós angyalka. És egyben farmer is. Az ott valami csillagvizsgáló, gondolom. Twinkle Toe, hello! Még nem beszéltem vele, de már megvan. Oké, feloldottuk a télapónak a gyárát. Na, hello! Igen, igen, igen! Megtaláltad a csillagot! Wow! El se hiszem! El se tudod képzelni, hogy milyen régóta keresek egy ilyet. Ezzel képesek vagyunk valami nagyon király dolgot is csinálni. Viszont sajnos éjszaka kell ahhoz, hogy a csillagnak az erejét meg tudjam neked mutatni. Kérlek, gyere vissza akkor, amikor sötét lesz, és akkor odaadom neked azt, amit készítettem. Jó, akkor most jön az, hogy keresztül kell mennünk a tunnelon. Oké. Na, akkor most már van értelme annak, hogy ezt ugye megtanultuk. Aha, most van éjszaka, jó. Oké. Kilogikáztuk. És akkor most menjünk vissza ide a csillagvizsgálóhoz. És akkor nézzük meg, hogy mit készített nekünk Twinkle Toe. Na hello! Te lábúj fejű. Mutasd meg nekem, hogy mit készítettél. Na. Add oda, amit készítettél.
Készen is van. A csillag mágikus erejét felhasználva készítettem 3 darab hoverboardot. Nem tudtam még őket letesztelni, de te talán kipróbálhatnál egyet helyettem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon mókás lesz. A hoverboardok a garázsban várnak rád. Kérlek, vegyél el egyet, ülj rá, mert akkor gyorsabb lesz, és repülj el a télapónak a kúriájáig azért, hogy meglátjuk, hogy működnek-e. Na jó. Na jó, ez mondjuk tényleg király. És akkor üljek rá, most ülök rajta? Oké, most ülök rajta. És hogy lehet vele repülni? Shift-tel leszáll. Vagy magától emelkedik? Hát magától emelkedik, de annyira nagyon repülni nem lehet vele. Jaj, ne! Azt hittem, hogy meghalok. Jó, akkor most fel kell menni a télapóhoz. De szerintem nem így. Szerintem határozottan nem így. Hol tudnék fölrepülni? Így itt? Lehetséges, hogy az utat kellene követnem. Remélem így kell tesztelni. Ez az, sikerült. Nézzek körbe a szigeten több questért. Szerintem menjünk a illapónak a gyárába. Mert hogy azt feloldottuk. Úgyhogy gondolom akkor most oda kell menni. Aztán hogyha nem, akkor majd úgyis fogunk még szerintem találni. Viszont nagyon érdekel, hogy mit fogunk találni a télapónak a gyárában. Hát a télapó még mindig alszik. Még mindig a biztonsági kamerákat figyeli, vagy nem tudom, de miért van ilyen nagy hasa? Leültem mellé! Hát ez aztán igazán király. Tudom, hogy most nagyon irigykedtek. Na. Menjünk itt le. Gondolom meg kell nyomni ezt a gombot, és akkor levisz. Aha. És itt van Sherry. Szia Sherry! Őrült nagy a baj. A játék készítésünk leállt. A gép nem működik. Meg kell valahogy javítanunk, és nem találom sehol se Butterflyt. Hol lehet? Kérlek, megkeresnéd nekem Butterflyt? Beszélnél vele? Ő érte ezekhez a gépekhez? Ó, azt figyeld, milyen repülőgépe van a télapónak! Wow. Paint plane. Aha. Gondolom, akkor majd ide kell hoznom a festéket, amit lent találtunk. Na jó, akkor keressük meg Butterflyt. Azt nem tudom, hogy ő vajon itt lent lesz a gyárban, vagy valahol máshol. Oké, itt írja, hogy valahol a gyárba lesz. Na hát, egy kicsit sokáig tartott, amíg megtaláltalak, de legalább itt vagy. Hello, szia! Mesélj nekem. A játékkészítő gépünk kifogyott az üzemanyagból. Nem véletlenül építettük ezt a gyárat ennek a barlangnak a közepébe. Minden emeráldal működik, és ebben a barlangban rengeteg emerald van. Kérlek, vedd el tőlem ezt a speciális gyémánt csákányt, és szerez nekem 50 darab emeraldot. Hűha! Oké, és... És akkor ez is most itt időre megy, vagy... Adsz nekem időt. Bőven kibányászhassam őket. Remélhetőleg azért van valami szerencsén csant rajta. És nem kell 50 darabot kiszednem. Hát, de úgy látszik 50 darabot ki kell, hogy szedjek. Jó. Ezt nem tudom kiütni, ezt nem. Ó, itt is van még emerald. Azt nem tudom, hogy vajon mennyi lehet itt alapból. Ja, mondjuk azért gyorsan lehet vele bányászni, úgyhogy annyira azért nem vészes. Csak meg kell őket találni. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 és 50. 50-et írt, ugye? Igen, 50 emeraldot, és utána hova kellett vinnem? Neki. És ott van fönt Butterfly, jó, akkor most fölmegyek, és akkor odaadjuk neki ezeket az emeraldokat. Remélhetőleg akkor ezzel már be tudjuk kapcsolni a gépezetet. Na hello, meghoztam az 50 darab emeraldot, már szívja is be magába. Ez az. És akkor most újból beszélnünk kell vele. Na mondjad, mi a szitu? Ó, fantasztikus! Most már végre be tudjuk kapcsolni újra a gépet. Van 3 darab kar, amit meg kell húzni, ahhoz, hogy be tudjuk kapcsolni. A helyszín emerald blokkal van jelölve, és van alatta egy zöld nyíl is. Kérlek, mind a 3 kapcsolót kapcsolt fel, ahhoz, hogy be tudjuk indítani a gépet. Jó, ha jól emlékszem, akkor ezt ott a repülőgépnél láthattuk. De lehetséges, hogy ez a repülőgépet fogja elindítani, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy ott valóban emerald blokkok vannak-e. Nem, itt nincsenek emerald blokkok, csak zöld nyilak. Aha. Itt sincsen emerald blokk, csak sárga nyíl. Akkor viszont az itteni lenti karok fognak szerintem kelleni. Legalábbis remélem. Aha, itt van emerald blokk és zöld nyíl. Egyet akkor be sikerült kapcsolnom.
És akkor ezek így szétszórva lesznek, hogyha jól látom. De hol van akkor vajon a többi? De ilyen hülyeséget amúgy, hogy ilyen messzire rakják ezeket egymástól. Nem csodálom, hogy akkor nem működik a játékgyártás. Ó, ott is van egy, oké. Akkor megvan a második, és akkor már csak egyet kellene megtalálnom. Ó, itt van. Ez az. És akkor most sikerült bekapcsolni a gépet, és Sherry szeretné, hogyha segítenénk neki, úgyhogy a földszinten fogom megtalálni. Oké. Szia, Sherry! Nem számítottál erre mi, hogy ide beugrak eléd? Ó, fantasztikus! Végre újra működik a gép! Most már csak annyit kell csinálni, hogy az ajándékok a megfelelő irányba menjenek. Kellene nekem 10 darab kar, ami glowstone-nal van megjelölve, egy narancssárga nyillal. Kérlek, használd a kapcsolókat ahhoz, hogy a jó irányba menjenek az ajándékok. Figyelj arra is oda, hogy ne terheld túl a gépezetet, különben újból le fog állni. A leállás akkor történik, amikor egy szalagra túl sok ajándék kerül, vagy hogyha elégetsz néhány ajándékot. Kérlek, küldj 5 ajándékot minden kontinensre. Sok szerencsét! Jó, hogy tudom akkor ezt állítgatni? Azt írta, hogy van ilyen narancssárga nyíl. Hogyha itt ezt küldöm, akkor ezek az ajándékok Amerikába kerülnek. Oké. Okay. Ajaj, itt már elégett néhány. Úgyhogy ez így annyira nem király. Jaj, ne! Oké. Okay. Azt hittem, hogy én is meg fogok halni, akkor ezt át kell állítani, hogy erre fele menjen. Itt ez jó irányba megy. Ez is jó irányba megy. És ez most akkor erre. És ezzel melyiket mozgatom? Hogy így adok neki áramot, aha. Most ezek itt körbe-körbe mennek? Hú, az nem jó. Mert túl sok ajándék van, ugye az se jó, azt írta. Akkor ezek most itt erre tovább. Jó. És... ne! Megint el fognak égni azok az ajándékok! Ajajajajajaj! Ne! Oké, 20-nál többet nem szabad. Mondjuk akkor ezek most itt meg fognak állni. Hűha! Szóval úgy nem olyan egyszerű, mint ami ennek látszik. De ne! Az is elég! Esetleg, hogyha ezt így erre állítom. Hogy tudom azt megakadályozni, hogy ide ne jöjjenek az ajándékok? Az is arra megy. Hát ez hihetetlen. Ez kellene nekem. Oké. Na, akkor ide már került egy. Hogyha minden igaz. Amerikában már ment egy ajándékunk. Király. És akkor valahogy majd azt is be kell állítanunk, hogy erre fele is jöjjenek ajándékok. De hogy tudom azt megcsinálni, hogy Európa is kapjon? Hát ez érdekes. Na mindegy, mindjárt gondolom át fog állni, hogyha meg lesz az 5 darab ajándék Amerikának. Jó, megvan az 5 ajándék. És igazából most akkor ezt itt majd meg kellene állítani szerintem. Csak így most ezek megint el fognak égni, mi? Igen, ez megint megy a süllyesztőbe. Te jó ég! Azok úgy most mind. Nem sikerült. Oké. Okay. Szóval akkor ezeket most újba fel kell kapcsolnom, az összeset? Valószínűleg igen, akkor az összeset újba fel kell kapcsolni, akkor ott volt egy, meg egészen itt fönt. Meg akkor ez. Oké. Okay. És akkor most el fognak indulni az ajándékok, ugye? Megindultak már vajon most az ajándékok? Szerintem most kezdtek el akkor megindulni. Ázsia, Ausztrália, ahogy látom, akkor állítható, hogyha ide esik le. Ugye egy ajándék, és igazából ezek egyből be is fognak menni. Szóval itt nem nagyon kell állítgatni semmit külön, itt majd a föntieket kell csak. Európánál is ugyanez a helyzet. És azt nézem, hogy akkor ezek itt jó helyről jönnek-e, meg jó helyre mennek-e. De lehetséges, hogy fönt most annyi mindent elállítottam, hogy ezek már tök máshol fognak esni. És nem is az eredeti helyükre. És itt amúgy már mennek össze-vissza az ajándékok. Na hát kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog leesni. Egyáltalán le fog esni valahova. Hát itt lent van már egy. Ezek most mennek szépen Amerika felé, ugye? Aj, túl sok jött itt most hirtelen. Oké, és akkor már csak ezt kellene
oda vinni. És akkor meg is van Amerika. Jó. Akkor viszont most leállítjuk ezt a gépet, és akkor megnézzük, hogy hova lehetne még vinni az ajándékokat. Így most elméletileg nem fog több ajándékot termelni nekünk. Rezeteljük szerintem most akkor a gépet, és akkor nézzük meg, hogy honnan indulnak az ajándékok. Elméletileg most akkor így eltűntek az ajándékok, viszont az, hogyha jól látom, megmaradt, hogy mennyit vittünk eddig Amerikának, szóval annyira nagy veszteség akkor most így nem lett. Újból már biztosan nem kell kezdenünk, és akkor már csak azt kellene a legfelsőt felkapcsolni, és akkor most föntről nézzük meg, hogy hogyan is indulnak el ezek az ajándékok, milyen irányba. És akkor úgy már egy kicsit egyszerűbb dolgunk lesz szerintem a többivel. Majd néztem, a többi kontinensnél nem kell az alsó sineket állítgatni, szóval itt a fősőkkel kellene mindenféleképpen játszanunk. És akkor most kellene oda egészen föntre mennünk. Mert hogy gondolom onnan indulnak. Most nem igazából látom, hogy menne itt egy is. Lehet, hogy a lenti manóval kellene beszélnem ahhoz, hogy elinduljanak? Ha most már mennek valahol a csillék. Csak azt nem látom, hogy honnan indulnak. Aha. Itt jön egy üres. Leesik. Itt erre eljön. Itt erre leesik. De ez itt állítható? Ez itt állítható, akkor most itt fog leesni. Jó, akkor ezzel már biztos, hogy valamit tudtunk módosítani. Ez itt erre eljön. És akkor lehet állítani, hogy itt essen le, vagy menjen tovább és ott essen le. Most egyelőre itt esik le. Oké, és akkor ez merre megy tovább? Itt. És... hát ez ugyanott esik le, mint ahol az eddigiek, nem? Ja, ugyanitt megakad. Akkor ez viszont nekünk itt nem jó. Az első olyan lehetőségnél, ahol lehet irányt változtatni, kellene. Mert hogy most megint ugyanott vagyunk, ahol eddig. Vagy akár, hogyha itt ezt megváltoztatjuk ebbe az irányba. Jaj, ne! Megint túl sok az ajándék. És hogyha ez itt erre megy, akkor hova esik le? Ugyanoda? Amúgy ez szivat. Én most kapott még másik kontinensi ajándékot? Ó, most Európa kapja, jó? Király. Azokkal viszont nem tudom, mit lehetne kezdeni, mert azokat nagyon betornyosultak. Jó, hát meg lesz ez. Meg lesz ez. Kicsit szerintem amúgy ezt bonyolult állítgatni, hogy nem egy szinten vannak, és folyamatosan rohangálni kell. És így, hogy ugye nem szabad, hogy túl sok ajándék legyen egy helyen, eléggé nehéz ezt megoldani. De azért szerintem most már ez így össze fog jönni. Azt kell akkor elérni, most ide essenek le. Az ajándékok. Igen, ez powered. Meg akkor még az, hogy ugye Afrika is kapjon ajándékot. Jó, most leállítottuk az egészet. Most eltűntek az ajándékok, ugye? Igen. Jó. Újból be kéne kapcsolni őket. És akkor fönt megint tudjuk állítgatni ezeket a dolgokat. Bár lehet, hogy érdemes lenne akkor már ezt egyből erre átállítani. És akkor, hogyha itt erre jön, akkor erre fog leesni. Nézzük csak akkor, hogy ezt hogy lehetne még állítani. Aj, itt nem tudok tovább menni. Úgyhogy ez nekem jó legyen, de... igen, itt akkor itt fog leesni. Itt erre. És akkor ez elméletileg Afrikának fogja adni az ajándékot. De majd mindjárt rájövünk arra, hogy ez valóban így van-e. Jönnek most akkor az ajándékok? Vagy újból beszélnem kell majd a tündérrel. Oké, jön az ajándék. És akkor azt kellene most követni, hogy merre megy. Oké, most Afrikába jön. Na, akkor jól állítottuk be. Akkor most már csak azt kellene kitalálni, hogy Ázsia, Ausztrália hogy fogja megkapni az ajándékokat. És akkor az meg is érkezett. Oké. És akkor nézzük, hogy ide hogy lehetne még eljuttatni. Ahhoz, hogy ide jönjön, itt kell, hogy leessen. Onnan föntről. Oké.
Szóval akkor ez erre kell, hogy jöjjön, és akkor itt ez itt leesik. Itt is van egy állítható, és hogyha ez itt erre jön, tovább egyenesen, akkor ez itt erre fog leesni. Itt föl fog menni. Ilyen bonyolult gépezetet építeni amúgy. Nem hiszem, hogy ezt nem lehetett egyszerűbben megoldani. Ez itt jön erre tovább. Itt föl. Erre. Így egyenesen, egyenesen. És akkor most, ez szerintem már Ázsiának fog menni. Itt erre. Eljön erre. Itt leesik. Igen, és akkor marad a Ázsia, Ausztrália. Jó. Akkor most újból be tudjuk kapcsolni a gépet, és akkor ezzel szerintem már teljesítve is lesz a feladat. Remélhetőleg jól néztem a sineket. Gondolom ezeket már még be kell pakolni a repülőbe, és el kell mennünk. Ugye a télapó helyett majd a repülőgéppel, az mondjuk király lenne. Jönnek most az ajándékok, jönnek, jó, oké, mert fölvillan néha az a kis blokk. Oké, jó! Hú, sikerült! Kicsit azért izgultam. Kicsit azért izgultam. Szóval, hát javasolnám a jövő évi költségvetés szerintem fordítsátok arra, hogy egy kicsit egyszerűbb vasútrendszert építsetek. Mert, hát nem csodálom, hogyha leállt az ajándékgyártás. Csodálkozom, hogy egyáltalán idén kaptak ajándékot a gyerekek, mert hogy ez amúgy így... Na jó. Mondjuk az is érdekes, hogy Ázsia és Ausztrália egy kontinensnek számít itt. Szegények így egybe lettek gyúrva. Pedig szerintem Ázsia az bőven veri az összes többi kontinenset így lakosság szempontjából, de mindegy. Nem probléma. Akik ide hozzák a csomagokat, azok biztos rengeteg prémiumot kapnak. Na, és akkor 20 darab ajándékot fogunk kivinni, hogyha minden igaz. Aztán majd meglátjuk, hogy ezt nekünk kell-e kivinni, vagy már más elvezeti a repülőgépet. És meg is van. Hú. És akkor most kell Snowflake-kel beszélgetnem. Ő így Sherry. Úgyhogy az nem ő. Ott van fönn Snowflake, jó. Na gyere, Hopi-e! Beszélgessünk egy kicsikét. Mit szeretnél tőlem? Majd 18. a questnél járunk, ami azt jelenti, hogy akkor lassan az utolsó jön. Sikerült rendszereznünk az összes ajándékot, úgyhogy most már csak elő kell készülnünk arra, hogy a repülőgép fel tudjon szállni. Van még viszont néhány dolog, amit előtte mindenféleképpen meg kell csinálni ahhoz, hogy biztonságosan felszálljon a repülőgép. Először is fel kell kapcsolnunk 3 darab lámpát, utána pedig ki kell nyitnunk a kaput, ami ugye meg fogja állítani a vízesést. Oké, és gondolom azok lesznek ott a repülőgépnek a fénykapcsolói. Most ezzel felkapcsoltunk valamit. Aha, oké, ez megvan, és akkor most kellene a kaput kinyitni. Ú, ez király lesz, ez érzem, hogy ez király lesz. És akkor ez is megvolt. És valahogy még ugye a waterfallt is el kellene állítani, gondolom az ez lesz. Ez az! Hogy most... Jó, oké. Elállt a vízesés, és akkor most újból beszélnünk kell Hopi-hével. Na mondjad, mi a feladat? El kell vezetni a repülőt? Mondd, hogy el kell vezetni a repülőt. Fantasztikus! Minden készen áll arra, hogy felszálljunk. És itt is vagyunk. Kérlek, fogadd el tőlem ezeket a kulcsokat, és most már be tudod kapcsolni a repülőgépet. Várjunk csak, hol van a kulcs? Oj, nem emlékszem rá, hogy hova raktam. Talán Pixie az, akinél utoljára láttam a kulcsot. Megkeresnéd őt? Azt hiszem valahol ott van a mansionbe. Aha, jó, akkor most már tudjuk, hogy Pixie. Mire is lesz jó? Ő itt a repülőgép mágnás. Neki van itt az összes repülőgépe. Az az egy darab, ami egyébként van. Felkelt már vajon a télapó? Vagy még mindig ott lussálkodik? Hát még mindig itt alszik. Komolyan nekem kell elkészíteni, becsomagolni, elvinni az összes ajándékot, mert a télapó nézi a szuperverdáját a televízión, és akkor most mindent csináljuk meg helyette én. Hát jó van. Végül is azt mondom, hogy belefér. Hello, Pixie! Beszélgessünk. Ó, a kulcsokat keresek? Sajnos nincsen nálam. Odaadtam a télapónak, viszont egész nap csak alszik. Valahogy jó lenne, ha föl tudnánk őt kelteni. Ó, van is egy ötletem. Vidd el ezeket a vödröket, és töltsd meg őket vízzel a medencéből. Utána pedig öntsd az arcába, hogy felkeltsük őt. Fú, de gonosz. Innen nem tudok vizet meríteni? Innen nem tudok vizet meríteni. Oké, hol van a medence? Ez itt a medence. Aha, itt a medence, jó, király.
De jól néz ki. 2, 3, 4, 5. Jó, meg is van mind az 5 vödör víz. És akkor keltsük fel ezt a dagadt télapót, aki egész nap csak lustrálkodik. Nesze víz az arcodba! Come on, Rudolf. Azt mondja, gyerünk, Rudolf! Azt hiszi, hogy Rudolf kelti föl. Merry Christmas to one and all! Milyen kedves, azt mondja, mindenkinek boldog karácsonyt kíván, és most vissza bóbiska mi. A télapó még mindig zavarodott, nem tudja, hogy mi történik vele. Próbálj meg még egy vödör vizet. It's time to deliver the presents to the wonderful boys and girls. Azt mondja, itt az idő, hogy végre kézbesítsük az ajándékokat a jó gyerekeknek és a jó lányoknak. Ó, megkaptuk, akkor most a repülőgépnek a kulcsát, és vissza is aludt. Ki kell, hogy vezessük a repülőgépet a gyárból. Jó, el is vettetünk az összes vödörvizet, pedig még szívesen leöntöttem volna, szépen visszaaludtam, úgy nem egy szívbajos a télapó. És akkor készen is vagyunk az összes küldetéssel, már csak annyi a dolgunk, hogy elvezessük a repülőgépet. Na, erre kíváncsi leszek. Pixivel még beszélnünk kell vajon? Oké, azt mondja, hogy ahhoz, hogy előre felé menjünk, ahhoz a kezünkben kell tartani a kulcsot, és azt, hogy a magasságot állítsuk, ahhoz le vagy föl kell nézni, sok sikert. Hát nem tudom, hogy ezt most akkor be kell festenünk, de szerintem nem. Akkor viszont nem tudom, hogy mire volt jó az a waterproof paint. És most hogy tudok beszállni a repülőgépbe? Mert azt nem írta, jobb klikkel meg annyira nem megy. Aha. És akkor így tudom elindítani. És majd föl, illetve lefele kell, hogy nézek ahhoz, hogy tudjunk repülni. Hát az F5-ös nézetből nem látszik annyira. És akkor most már végre tudok repülni. Köszönjük szépen, hogy kijátszottad a pályát, reméljük, hogy élveszed ezt a kis kalandot. És kérlek, támogasd azzal a készítőket, hogy értékeled a munkájukat. Hát nekem nagyon tetszett. Remélem nektek is. És kaptam Magic Wandet, illetve most már kreatív módban vagyok. Király! Ezek mire jók? Color Wheel. Ezzel tudom állítani valaminek a színét? Vagy csak úgy dobálni tudom? Hát nem tudom. Viszont lassan kirepülök a pályáról. Azt hiszem űrhajó lett a repülőgépemből, viszont remélem tetszett nektek akkor ez a pálya. Hogyha tetszett, akkor a leírásban meg fogjátok találni a pálya nevét, a marketplace-ben rá tudtok keresni, és akkor meg tudjátok ti is vásárolni, mindenféleképpen próbáljátok ki, mert szerintem nagyon király volt. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!